már nagyon sok éve rendezik meg ezt a bált, és mindig telt házzal, és mindig nagyon színvonalas, mindig nagyon nívós a rendezvény. Mi a sikertitka? Nincsen semmilyen különleges titok. Mindig szeretettel fogadjuk az embereket, mindig úgymond ki vannak éhezve erre a népzenére, erre a székely igazi magyar hangulatra. És hát ide, akik eljönnek, mindig azt kapják, amit szeretnének kapni. És hát ugye nem csak Buda környékéről, hanem rendszerint Székelyföldről is érkeznek. Most jelenleg is vannak Erepesen is, meg több helyen Székelyben, és mégis Budakeszire jönnek szívesen az emberek. Annak ellenére, hogy kicsi a műfáz, már kinőttük, de itt valamiért egy családiasabb a hangulat, vagy érzik, hogy szeretettel fogadjuk. Mi történt, hogy új elnököt kellett választani? Hát sajnos ettől rosszabb, eltávozott közülünk két tiszteletbeli elnökünk is, Gecő is van, és Zsigmond Balázs bácsi, és a jelenlegi elnökünk is csíkdelnei származású, egy ezredes tengerésztiszt, nagyon sokat tesz a székelységért, magyarságért, és hát úgy gondoltuk, hogy szüksége van a székelykörnek nem csak elnökre, ügyvezetőnökre, hanem egy tiszteletbeli elnökre is. Hát nagyon szépen köszönöm, megmondom őszintén, hogy nem találok szavakat. Annyira meglepett ez a dolog, hogy pedig hát nem vagyok szívbajos, 30 évig tengerész voltam, de most nem tudok beszélni, ne haragudjon. Köszönöm szépen csak egyet. A tiszteletbeli elnöknek csak eszmei ez a cím, tehát több társaságnak, egyesületnek a vezetője, Horthy Miklós Társaság, Történelmi Vitézi Rend, stb. Úgyhogy ezért nem adunk neki sok feladatot, elvégezzük, mi fiatalabbak is vagyunk. Hát az én feladatom ugye a kapcsolattartás, az ügyvezető elnök, úgymond a neve is, amit akar, az ügyeket intézi, de azért ugye vannak még más, tehát több vezetőségi tagok is, segítünk egymásnak. Mi atyánk, ki a mennyekben vagy, kitől jő élet és halál, hívó szavunk te hozzád szárnyal, vígaszra csak ott talál. Nagyobbak voltunk minden népnél, s ha meghalunk is úgy halunk, hogy az egész föld minden népe megkönnyezi ravatalunk. A te neved megszenteltessék, e nép mindig benned bízott. Te széke Isten, félünk téged, bár sújtva sújt az ostorod. Atyánk, bár itt van a halálunk, büszke lelkünk nem kesereg, bár sorsunk meg nem érdemeltük. Megszenteltessék a te neved. Hú, jöjjön el a te országod,
add, hogy még egyszer boldogok legyünk, add, hogy még egyszer reánk nézzen a mi szent Hargita hegyünk. Add, hogy még egyszer legyen boldog Székelyhon minden hű fia, add, hogy még felragyogjon egyszer ez a búzs gyászos éjszaka. A te akaratod legyen meg, hogyha már minket elhagytál, ha fohászunk már meg nem hallod, s a sorsunk egy hős halál. De engedd meg, hogy kisfiunknak, kiért a szívünk vérezett, víruljon Erdély hegyein egy dicső székely kikeret. És ne vigy minket a kísértésbe. Ne higgyük, hogy hiába volt, hogy annyi szörnyű ütközetben mindig csak a székely vére folyt. Ne add, hogy benned itt csalódjunk. Ne add, hogy ne higgyünk neked. Hát nem lehet az Istenünk, hogy te cserben hagyjad népedet. Tied lesz a hatalom, a dicsőség, ki belénk oltád a hitet, ki belénk múltunkban bízó és jövőt szülő reményt vetett. A mi lelkünk nemesebb, büszké, merészebb, mint más népeké, mert felnézünk a nap felé. Tanuljatok ti, földi népek, éreznétek csak egyszer azt, ami most elgyötört lelkünkből a sír szélén is reményt fakaszt. Éreznétek a szent hitet, mit minden hű székely szív dobog. Éreznétek, és megértenétek, hogy a székely csak győzni fog. Győzünk. Ha nem mi, unokáink, és mi szépen csendben meghalunk, mert tudjuk, hogy egyszer még felharsan Erdély szent hegyein a dalunk. Bár mi szívünk szent keservével egy jégvilágban megfagyunk, hiszünk most, és hiszünk mindörökké. Amen. Mi székelyek vagyunk! Nagyon szépen köszönöm. A Magyar Történelmi Szalont képviselem ezen a bálon. Nem az első eset, hogy itt járunk. Nagy örömmel és szeretettel jövünk ide, hiszen együttműködésben vagyunk a budakörnyéki székelykörrel. Rendszeresen látogatják a programjainkat, és örömmel jövünk ide. Jól érezzük magunkat, jó a hangulat, a műsor csodálatos. Nem a vár, hanem a szekrény, ott a halhatós megáll.
Egészen különleges dolog Budakeszin itt állni, mögöttem a gyergyói havasok, előttem szebbnél szebb székely lányok és viseletbe öltözött urak. Jóféle pálinkát lehet inni, kis fasírozott golyókat enni, itt vagyunk Erdélyben. És valóban Erdély most ide költözött egy kicsit Budakeszire, hiszen borzasztó sokan vagyunk, vannak közülünk, akik Erdélyből származnak, Erdélyből jöttek, vagy rokonságuk erdélyi. Én magam ez utóbbiak közé tartozom, hiszen feleségem, aki itt van velem, ő kolozsvári, úgyhogy nekem ennyi közöm van Erdélyhez, ez nem kevés, azért ezt tegyük hozzá. Nos, itt vagyunk együtt, és Zsámbékról, Budaörsről, Török Bálintról látok itt arcokat, akikkel már sokszor, sok helyen találkoztunk, jó bulikba voltunk együtt, van akivel együtt utaztunk Erdélybe is, együtt utaztunk Székelyföldre. Tehát magyarul nyugodtan mondhatom azt, hogy bizony itt összetartozunk. Az elmúlt század, a 20. század tragédiái folytán szétszaggattattunk, de azt gondolom, hogy itt a 21. század elején végül is elértük azt, részben a határok légiesedése miatt, hogy először csak elméletben, először csak lélekben lett újra egy ez a nemzet, néhány éve azonban ennek a jogi lehetőségei is megvannak. Mindenki, aki magyarnak gondolja, érzi magát és vallja magát a Kárpát-medencében, annak megvan a lehetősége, hogy ne csak érzelmileg, ne csak származásilag, hanem jogilag is az összetartozó, egyre jobban újra egymásra találó és egységesülő magyar nemzetnek a része legyen. És azt hiszem, hogy akkor, amikor így székelyekkel, erdélyekkel vagyunk együtt itt Magyarország fővárosának a szomszédságába, akkor talán ez a legfontosabb üzenet, amit elmondhatunk magunknak, ez a legfontosabb üzenet, amit a szívünkbe zárhatunk, hogy egyek vagyunk, egy nemzet vagyunk, függetlenül attól, hogy honnan jöttünk, a lényeg az, hogy hova tartunk. Olyan körülmények közül is lehet bátorítást és bíztatást adni egy jövendő generációnak, akikről azt gondoljuk, hogy talán tovább élnek nálunk, a mi jövőbeli reménységeink ők, akikről tudjuk, hogy talán szorongattatásoknak lesznek részesei. Én bukovinai székelyek között nőttem fel, mert édesapámat az 1956-os forradalomban vállalt szerepe miatt is a Baranya megyei hidasra helyezték. Az ottani andrásfalvi református telepes székelyeknek volt 20 éven keresztül lelki pásztora. Amikor székelybálozunk, gondoljunk arra, hogy ideje van az örömnek, de ideje van a harcnak is. Adjunk hálát Istennek, hogy örülhetünk, hogy együtt mulathatunk, testileg, lelkileg tápláltathatunk, de ne feledjük Vas Albertnek,
drága szavait. Majd magamat, mint vérbe mártott kardot a dúlt határon körülhordozom. Jaj annak, aki otthonunkat lakja, prédára éhes bitordó jogon. Fölzúg az erdő, hogyha jönni látja, láb elé göröngyöt vet az út. Rabszolgaság ellen az ősi föld, bogáncsokkal lázadni megtanult. Megkeseredik szájában a kenyér, a bor ecetté lesz az asztalán, az ágy nem áld nyugalmat, s rémek űzik vacogó foggal át az éjszakán. Halottak napján fölkelnek sírjukból a tisztes holtak kicsik és nagyok, és számon kérik tőle jussukat. Számon kérik tőle azt, hogy hol vagyok. Mert miénk csak ott a békesség, apám, másé csupán a dúlás és a préda, verejték nélkül termett gabonának szára törékeny kalásza léha. Kivághatják a fákat, mindegy szálig, porrá tehetik, házunk mindenünk. Mégsem győzhetnek le minket soha, apám, mert gyümölcsfát ott csak mi ültethetünk. Mikor egyszer Kalotaszegen van is itt egy néni Méra, valójából Kolozsvármerről 13 kilométerre, Kalotaszegen, Bánfihunyadon, ahol született ravaszpüspök, elment generális vizitációra. Azt mondták neki az ottani székelyek. Hát, tiszteltes úr, szép volt a prédikáció. Még szebb az imádság. Az egész Isten tisztelt csodálatos volt, s azt mondja már meg nekünk mégis a főtiszteltű püspök úr, mikor jön már Horthy a fehér lovon? Ez a kérdés. Megtaláljuk-e a tiszta indulatot, aki itt Istent és embert is ismer, és tisztel és imád, akinek nem csak szájáról szól ez, hanem szívéből is. Aki nem forgatja a köpönyegét. Úgy, ahogy édesapám mondta ezt annak az áll református lelkésznek, aki 56. november 4-én bibliaórát tartott, és azt mondta, hát én tulajdonképpen megbántam, hogy azt mondtam nektek, hogy megbántam. Mert ugye a szovjet tankok akkor jöttek be, és kérdezte édesapámat, na Lóránt, mit szóltál a bibliaórához? Mire édesapám, hát ide figyelj. Ha neked az Isten úgy igazol, ahogy a szovjet ágyuk dörögnek, akaszd a szögre a papi palástodat. Mert a mi köpönyegünk a palástunk, és azt nem forgathatjuk. Ezért testvéreim, itt is szól az ének szava, nem tudom elénekelni, mert két napja még semmi hangom nem volt a betegség miatt. De elmondom, te vagy Horthy Miklós, magyarok vezére, tépett csonka hazánk, féltett büszkesége. Értett fohászkodunk az egek urához, adjon erőt néked vállalt nagy munkához, vigye győzelemre, merész akarásod, hogy boldognak lássad szép Magyarországot. Nektek pedig azt kívánom, gondoljatok azokra, akik a mostani média diktatúrában hazugság által szenvednek, nevezetesen például a szabadságtéri hazatérés református egyházközségre és lelkészére, hogy ez az ősi áldás legyen a ti osztályrészetek, és minden magyarnak, minden székelynek, gúnyhatáron innen és túl, legyen előtted mindig út, fújjon mindig hátad mögül a szél, az eső puhán essen földjeidre, a nap melegen süsse arcodat, s amíg újra találkozunk, hordozzon téged tenyerén az Isten. Ki tudja Yeah.
Imádkozz Isten, újra.